Nincs már hatósági árasfa? A kormány visszavonta a rendelkezést, sokan tavaly évekre előre vásároltak tüzelőt. A B-oldal is lehetne napos. Friszár Mária előadásával folytatódott a Szívbetegekért Egyesület programja. Száraz november. A kanizsaiak szerint követendő a havi alkoholtilalom. Jó estét kívánok, Budavölgyi Veronika vagyok. Ez a Kanizsa TV híradója november 7-én, kedden. Jönnek a részletek. Megszűnt a hatósági áras tűzifa program. A kormány módosítása óta nem nőtt a kereslet, a szakértők szerint tavaly sokan több évre előre vásároltak tüzelőt. Egy éve a megnövekedett energiatarifák miatt vezette be a kormány a hatósági árat a tűzifára. A programban 10 erdei köbmétert vásárolhattak a lakosok a megszabott értékben. Idén az állami erdészeti társaságoktól van lehetőség alacsony a feldolgozottságú tüzelőt vásárolni. Statisztikai adatok szerint az emberek jelentős része tavaly több évre elegendő tűzifát vásárolt, így az Alaerdő ZRT-nél nem okoz gondot az igények mostani teljesítése. Most úgy tűnik, hogy kisebb a lakossági érdeklődés, mint a korábbi években volt. Ez valószínűleg annak is köszönhető, hogy tavaly több faanyagot vásároltak a térségben élők, illetve bár az időjárás most nem azt mutatja, de eddig nem volt igazán hideg idő, tehát nem volt olyan időjárási körülmény, ami egyébként fűtésre ösztönözte volna a lakosságot. Zalavár megyében jellemzően a kemény lombos fákat, például az akácot, a bükköt és a tölgyet használják tüzelésre. Ezeknek az ára köbméterenként 30 ezer forint volt egy éve, ez most mintegy 40-45 ezer forint között mozog. A szakemberek szerint nem érdemes az idő hidegebbre fordulásáig várni a tűzifa megvásárlásával, mivel a minőségük is romolhat az idő előre haladtával. Az, hogy milyen fafajt választ éppen a lakosság, az többnyire ízlés kérdése, hiszen minden kemény lombos fafaj alkalmas tüzelésre. Talán fontosabb kérdés az, hogy milyen a fának a nedvesség tartalma. Tehát én mindenkit arra intenék, hogy időben gondoskodjon a tüzelőanyag beszerzéséről, hiszen száraz fával lehet érdemben jó hatásfokkal meleget csinálni a lakásban. Kreiner Roland hozzátette, a tűzifa ára ugyan idén növekedett, de a többi energiahordozóhoz képest még így is versenyképesnek számít a fűtési időszakban. Két hét és indul a nagy üzem a fenyővel foglalkozó dél-zalai településeken. A kitermelés a fajtától függően eltérő időpontokban kezdődik. A legtartósabb típus a Normand vágásával rajtol a szezon november 20-a környéken, Surdon, Liszóban, Nemespátróban és Beleznán. Július-augusztusban már jöttek a kereskedők, lejelölték. Tulajdonképpen, mert aki korábban jön, az többféle fenyőt tud vásárolni. Saját birtokán mutatta meg azokat a fenyőket Konász János, Surd polgármestere, amelyeket már lefoglaltak a kereskedők. Mint azt elmondta, a vágás nagyjából két hét múlva indul az ültetvényeken, ám az enyhe időjárás kitolhatja a munka kezdetét. A választék hagyományosan széles skálán mozog, a Normand és a Lutz, vagyis a két sláger termék mellett Douglas és erdei fenyő is szerepel a kínálatban. Áremelésre viszont nagy valószínűséggel nem kell számítani a vevőknek. Úgy veszük, akkor kéne, hogy emelkedje legalább egy 20%-ot. De én azért mondtam, hogy én nehezen tudom elképzelni, mert az embereknek nagyon kevés a pénzük, és az emberek kifogytak a pénzből, és nem csak karácsonyfát kell vásárolniuk, hanem ugye mindent ünnepekre, mindenből be kell vásárolni, ajándékokat vesznek egymásnak, nagyon sok pénzt ki kell költeniük. Az a helyzet, hogy előfordulhat, drágább lesz. Olcsó biztos, hogy nem lesz. Hamarosan fenyőszállító kamionok és munkások lepik el a dél-zalai falvak utcáit, ám most még csendhonol Surdon is napközben, ahol szinte minden második háznál fenyővel foglalkoznak. Ma csak a bevándorlók, azok nem. Ah. Azok nem ma, hanem a törzsékán a surdiak, mert nagyban is foglalkoznak, vallalkozók vannak. Vannak valami 4 vagy 5 vállalkozó is, ilyen nagyba foglalkoznak. Az udvarok is csendesek jelenleg, de a készülődés elkezdődött. Musztácséknál például a hálórendelés, az egyéb szükséges anyagok vásárlása és a szerszámok előkészítése zajlik. Egy jó két hét múlva már neki fogunk állni a fenyőfáknak a kivágásához, és a kereskedőknek neki fogunk állni kiszedni a fákat. A családomban már többeknek megvan, hogy mikor mennek szabadságra, és ezeket az időpontokat már kijelöltük.
Aki családon belül nem tudja megoldani a munkát a termelési időszakban, kénytelen embereket fogadni. Mindazt megtudtuk, az utóbbi évről évre nehezebb, hiába kínálnak az őstermelők szerintük jó napi díjat és néhány esetben még étkezést is a jelentkezőknek. Zalavár megyében is rohamosan növekszik az aranysakál populáció. A közepes termetű ragadozó mintegy 25 éve kezdett elterjedni hazánkban. Az emberre ugyan nem veszélyes, de manapság már nem csak az erdei vadak számát tizedeli, hanem a falvakba, városokba is előszeretettel jár be zsákmányszerzés céljából. Az aranysakál napjaink meghatározó ragadozója Magyarországon, fogalmazott Góber Zoltán, az Erdészeti Dolgozók Vadásztársaságának elnöke. Ennek a kutyafélének az utóbbi évtizedekben óriási térhódítása volt, ma már az ország egész területén gyakorinak számít. Az erdélyi nagyvadakra, mint az őzre és a szarvasra is veszélyt jelenthet, de a vaddisznó csordák kicsinyeinek levadászása sem okoz neki gondot. A rókától eltérően falkában vadászik, így az eredményessége is jóval nagyobb. A szakemberek különböző módszerekkel igyekeznek kordában tartani a populációt kevés sikerrel. Mind a szarvasnál, mind a vaddisznónál megjelent már a predációja, a ragadozása. Tehát minden úgymond hasznos vadfajnak a szaporulatára én azt gondolom, hogy kiemelten veszélyes, ha lehet így mondani. Ez ellen mi főként puskával, törvényadta lehetőségek között csapdázással próbálunk védekezni, de azt tudom mondani, hogy az eredménye hát nem túl sikeres. Egy nagyon-nagyon alkalmazkodó és egy nagyon intelligens emlősfajról, ragadozó fajról van szó. Nem csak az erdőben, de akár városokban is találkozhatunk aranysakállal, erre a Covid időszak alatt Kanizsán is volt példa. Ilyenkor az állatok természetesen nem emberi társaságot, hanem életteret keresnek. Az elhagyatott épületeket, telkeket különösen kedvelik, de a Baromfi udvar is hívogató lehet egy ilyen ragadozó számára. Az, hogy megjelennek sok esetben urbanizált környezetben, ez azt jelenti, hogy vagy új olyan életfeltételek alakultak ki számukra egy-egy elhagyott porta, vagy egy elhagyott, felhagyott gazoscsik mentén, ahol megtalálja magának a búvóhelyet, esetleg könnyen élelmet talál. Vaddisznó esetében ez főként jellemző országosan, hogy behúzódik a városok lakott területek közelébe, és ott az elhagyott hulladék lerakóknál, illetve az elhagyott szemetesek megpróbál úgymond könnyen táplálékhoz jutni, illetve táplálékot keresni és találni. A szakember hangsúlyozta, akármilyen környezetben is találkozunk vaddal, ne próbáljuk őket megközelíteni, főleg ne megsimogatni. A sokak által retteget veszett rókáktól Magyarországon ugyan nem kell félni, mégis jobb, ha nem zavarjuk az erdő élő lényeit. A témával bővebben is foglalkozunk Dombvidék című magazinunk következő számában. Most pedig nézzük, miről lesz még szó a híradóban. A B oldal is lehetne napos. Friszár Mária előadásával folytatódott a Szívbetegekért Egyesület programja. Száraz november. A kanizsaiak szerint követendő a havi alkoholtilalom. A megkérdezett nagykanizsaiak szerint fontos felhívni a figyelmet az alkoholfogyasztás veszélyeire, így egyetértenek a száraz november megtartásával. A kezdeményezés lényege, hogy a résztvevők az év 11. hónapjában egyáltalán nem fogyasztanak szeszes italokat. A száraz novembert 2016-ban az angol Sober October, vagyis Józan Október mintájára hívta életre a Kékpont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány. A szervezők célja az alkoholfogyasztás veszélyeire való figyelemfelhívás és a mértékletesség fontosságának bemutatása. A résztvevők előtt ilyenkor lehetőségként szerepel, hogy átértékeljék az italhoz való viszonyukat. A stábunknak nyilatkozó kanizsaiak is fontosnak tartják a kezdeményezést. Van egy nagyfiam, és hogyha ő ilyen akciókba szeret részt venni, akkor el tudom róla képzelni, hogy kipróbálja. Habár nem olyan az életvitele, hogy szüksége lenne rá, hiszen tartom olyan stabil embernek, hogy ő meg tudja állni az alkoholfogyasztást, és nem is viszi túlzásba. Magyarországon a férfiak mintegy 37, és a nők 7%-a számít valamilyen mértékben alkoholistának. Az elmúlt években az ittas állapotban bekövetkezett balesetek aránya csökkent, ám még mindig magasnak számít. Simon István szerint ez a kezdeményezés is segíthet az ilyen esetek visszaszorításában. Nem ártana, hogyha az emberiség betartaná ezt, mert amit az ember hall, hogy állandóan ittas állapotba vezet, meg minden, hát ez, mondjuk ezt lehetne egy kicsikét normális az ember, akkor ezt lehet ne
bevezetni, vagy hát betartani. A szakemberek körében is népszerű álláspont szerint azoknak érdemes részt venni a kihívásban, akik szociális célból fogyasztanak szeszes italokat. Azok, akik alkoholbetegséggel küzdenek, könnyen veszélybe sodorhatják magukat függőségük egy hónapos megvonásával, így ők szakmai segítséggel próbálhatják meg letenni a poharat. Inkább azt mondom, hogy nem egy hónapra kellene ezt kitalálni, hanem az évben egy egész ilyen időszakra szerintem azt, hogy visszatartsák az embereknek az alkoholfogyasztását. Az idei száraz november kampány november 1-én 7 órakor kezdődött, és november 30-án 19 órakor zárul. Folytatódott a Szívbetegekért Egyesület prevenciós, egészségmegőrző program sorozata. Az előadásra csak úgy, mint legutóbb, most is sokan voltak kíváncsiak. Hétfőn Fliszár Mária, Kanizsai Dorottya kórház főorvosa volt a vendég. Az Egyesület folyamatosan olyan témákban szervez programokat, amik széles körben tartanak érdeklődésre számot. Mint az Hegedűs Györgyné elmondta, a meghívott vendégek, orvosok személyisége is vonza a látogatókat, egy-egy esemény létrehozása pedig a jól működő kapcsolatokon alapszik. A megállapodás meg a belgyógyászati osztály, kardiológia osztály, tehát ővelük van nagyon jó szoros kapcsolat, de az mellett még a rehabilitáció osztályjal is ugyanúgy, mert itt a főorvosasszony, és azért köszönjük szépen nekik, meg maga azért, aki nekünk helyet ad, az a Kanizsa Művelődési Ház, ahol együttműködési megállapodásunk van, és ingyért tarthatjuk ezeket az előadásokat. Ez egy nagyon nagy szó. A B oldal is napos oldal legyen, ez a cím fémjelezte Fliszár Mária előadását. A főorvos úgy fogalmazott, nem csupán a címet, az egész előadást figyelemfelkeltésnek szánta. Hogy megértsék az emberek, hogy az egészség megőrzése az mennyire fontos, és ha már egy kicsit veszítettünk belőle, akkor milyen lehetőségeink vannak, hogy a mozgásunkkal fenntartsuk az önálló élettevékenységünket, és ez minden területére az életünknek, akár az önbizalmunkra, akár a kiszolgáltatottságunkra milyen befolyással van, és hogyha megfogadják a tanácsaimat, és elkezdenek egy kicsit mozogni, akkor egy függetlenebb életet is tudnak élni. Az előadás után a jelenlévők saját személyes kérdéseiket is feltehették a főorvosnak. Ingyenes szakkörökre várja a nagykanizsai diákokat a Matematikai Tehetségekért Alapítvány. A Pannon Egyetem kollégiumában tartott foglalkozásokhoz évközben is csatlakozhatnak a tanulók. Az idén 30 éves alapítványnál kiemelt szerepet szánnak annak, hogy a fiatalok minél előbb megismerkedjenek a matematika alapjaival. A szeptemberben kezdődő foglalkozás sorozatra nem csak azokat a gyerekeket várják, akik kiemelten teljesítenek a tárgyból, a lehetőség bárki előtt nyitva áll. A szakkörökre 8-10 fős minimum létszámot hirdettek meg, az érdeklődés meglehetősen eltérő. Az ötödikeseknél 22 diák vett részt az első órán, a hetedikeseknél viszont a kevés érdeklődő miatt nem tudták elindítani a kurzust. A tantárgyi alapok segítése mellett a jövő megalapozása is célja a kezdeményezésnek. Gyorsan kialakul a matematika a gyerekekben, és középiskoláskorra eljutnak oda, hogy tudja, hogy ő már látja, hogy a másik esetleg mennyivel többet tud, hogy nem is mer ilyen irányba tovább menni. És hát ugye, ha 14 évigén igazgatóhelyettes is voltam, tehát a továbbtanulásnál azt kell mondjam, hogy a továbbtanulási lehetőségek, ha a darabszámra veszik, hogy hány egyetemistát vesznek föl, a helyek 70%-án kell matematika. Tehát, hogy vagy azt tanítják, vagy pedig mind alkalmazás szinte tanítják nekik, mert tudniuk kell. A negyedik évfolyamon összesen 13-an jelentkeztek a szakkör indulásánál. A szervezők idén próbáltak általános iskolai pedagógusokat is bevonni a kezdeményezésükbe. Boncek Beatrix igyekszik játékos módon, gondolkodtató feladatokkal megszerettetni a gyerekekkel a matematikát. Próbálom a logikai gondolkodásukat fejleszteni, aztán különféle problémahelyzetekkel a probléma megoldó gondolkodásukat, illetve az a legfontosabb, hogy a matematika iránti szeretetüket elmélyítsük és megtartsuk. A pedagógusok az alsósoknak 45, a felsősöknek 90 perces foglalkozásokat tartanak a PEN kollégiumában.
Spórolnak az esküvői költségeken a házasulandó párok. A megkérdezett esküvőszervező elmondta, ugyan vannak megrendelései, de gyakori kérés, hogy a lehető legolcsóbb megoldásra törekedjenek. A szektor helyzetét tovább nehezíti a házasságkötések csökkenő száma. Az áremelkedések az esküvői területet is érintik. A 2019-es évhez képest egy átlagos lagzi költsége a háromszorosára nőtt, ami miatt az esküvőszervezők is nehezebb helyzetbe kerültek. Molnár Zsófi elmondta, amellett, hogy kevesebb megbízást kapnak, a párok által erre szánt összeg is lényegesen kisebb. Nem csak a virágárak nőttek meg, hanem gyakorlatilag minden kellék, minden szolgáltatás, és éppen ezért a végösszeg is nyilván megemelkedett az elmúlt évek alatt. Úgyhogy a párok próbálnak ott spórolni, ahol tudnak. A dekoráció kapcsán például megpróbálnak minél többen saját kezüleg elkészíteni, asztaldíszeket, és gyakran találkozunk olyan esettel, amikor mondjuk nem fogadják el a mi árajánlatunkat, de saját maguk családon belül elkészítik a dekorációt, és így próbálnak spórolni. Nagyobb lakodalmat egyre kevesebben tartanak, így a vendégek számának csökkentésével is pénzt takarítanak meg a párok. Megyeri Tóth Szabina az esküvők számát tekintve hullámzónak tartja az elmúlt éveket. Mint mondta, a COVID-járvány időszakának hatása még most is érezhető. Kezd normalizálódni a helyzet. Valóban kevesebb a pár, de mégis azért még mindig vannak házasulandó párok, tehát akik szeretnének házasodni, és szeretnének szép ruhát vásárolni, nagy esküvőt tartani. Bár az esküvők létszáma valóban jóval kisebb, mondjuk, mint 19-20-ban. Tehát, hogy mondjuk korábban tartottak egy 120-130 fős lagzit, most inkább ezek a 60-70 fős lagzik a gyakoribbak. Megyeri Tóth Szabina hozzátette, a párok az esküvői ruhára is kisebb összeget szánnak, azonban úgy látja, ez a tendencia idén némileg javult. Híradónk végén nézzük még egyszer a legfontosabbakat egy-egy mondatban. Nincs már hatósági árasfa? A kormány visszavonta a rendelkezést, sokan tavaly évekre előre vásároltak tüzelőt. A B-oldal is lehetne napos. Friszár Mária előadásával folytatódott a Szívbetegekért Egyesület programja. Száraz november. A kanizsaiak szerint követendő a havi alkoholtilalom. Ez volt a Kanizsa TV híradója november 7-én, kedden. Híreinket megtalálják honlapunkon a megújult kanizsamediahaz.hu oldalon. Érdemes lesz velünk maradni, hiszen jön kulturális magazinunk a Kanizsakult Vukanitával. Köszönöm a figyelmet, további szép estét kívánok, viszontlátásra!